Sunny Kid, aki legutóbb gyengén teljesített. És tart, elindult a nap negyedik futama, kiscsákói handicap, és jól kezdett az osztrák vendég Hevia. Hevia az élen, mögötte pedig Sun Kid, a mezőny végé pillanatilag Rebeli színét látom, illetve Sonja, de hát együtt a kis mezőny, közepesen kezdett Cimbora, aki a nemzeti díjban jól futott, utána pedig óriási csalódást okozva, még a dobogóra sem tudott fölállni. Nagyon jól együtt a kis mezőny, amikor mintegy bő 1000 méter van még hátra a versenyből, továbbra is Hevia az élen, Hevia, Sun Kid, Hevia, Sun Kid, Avantgarde, ez az első három sorrendje, egészen kívül Sonja, ő fog majd kívül fordulni, megpróbálja a falon tartani Rebeli és lovasa, és a középmezőnyben még mindig Cimbora halad Panyi Mátyással. Jönnek a lovak a kanyarba, ami azt jelenti, hogy még mintegy jó 600 méter van hátra a versenyből. Könnyen kézből galoppozik Cimbora a mezőny közepén, az élen még mindig Hevia. Hevia startot a vezet, Sun Kidet már kézzel lovagolni kell, Rebeli is jól tartja még magát benne a falon, kívül pedig megkezdi a zárkózást Avantgarde, illetve Sonja. Nagyon jól együtt fognak fordulni a telivérek, de többen elég kívül fognak fordulni. Cimbora is könnyen jön, de ő is elég kívül fordul, így aztán Hevia még mindig tartja a vezető pozícióját. 300 méter van még hátra a versenyből, Hevia tudja növelni az előnyét, ez most már 2-3 oszra is nőtt. Heviának még nagyobb az előnye, Hevia távolszapnál nagyon magabiztosan vezet, Cimborának megtörni látszik a lendülete, mögöttük ott van a Rebil is a második pozícióban, Avantgarde talán még fölérhet a dobogóra, Hevia nagyon-nagyon könnyű győzelmet arat, az utolsó százalon már csak kentrézik, Hevia fog győzni, Rebel is mögötte a második, Hevia, Rebel is, Avantgarde és Cimbora, ez az első négy sorrendje. Hát simán nyer az osztrák ló, Miladin Szarálevicssel. Mondhatnánk, hogy az ő jó futása nem meglepetés, meg Rebel is és Avantgarde is sem. Hát Cimborái azért még azt gondolom akkor is az, hogyha legutóbb már nagyon gyengén muzsikált, mindenki adott neki még egy esélyt szerintem, hogy ezt a gyengécske formát korrigálni tudja, de nem tudta korrigálni. Mintha valami történt eset... volna ezzel a lóval, mint nem lenne külső. Nem lehet magyarázat a szintetikus pálya, azt gondolom annyi, azra, hogy 15 kilóval volt. Ugye úgy mentek el mellett, tehát itt még jól jött, szépen ott volt fel a lovas. A negyedik futam nem hivatalos befutási sorrendje. 6-os, 5-ös, 1-es. Ismétlem, 6-os, 5-ös, 1-es. 6-os, 5-ös, 1-es. Aztán pedig itt elmennek mellette többen is. Én pedig Heviától gyengébb futást vártam, pláne nem egy ilyen fölényes győzelmet, úgyhogy mindenféleképpen számomra ez meglepetés. És hát óvatosan kell földolgozni ezt a futamot, mert nagyon-nagyon fölényesen győzött. Neki voltak 50-es meg 53-as formái. Persze vélhetően javult, de nem annyira sokat. És Rebel is nagyon megveri végül is a többieket. Heviát már akkor feltartották, de hát kicsit közelíteni tudott így a célban hozzá.